Jó estét kívánok! A 30 fok fölötti hőmérséklet még ezen a héten is általánosnak volt mondható, mégis elkezdődik a jeges szezon, nagyon sok fehérvári szurkoló és magyar hoki szurkoló örömére, hiszen már az előző napokban is láthattunk jégkorong mérkőzéseket, most pedig az ifja Bocskai Gábor emléktornával, és aztán majd jövő héten az ebben rajta tényleg végérvényesen elkezdődik az új fejezet, amely valóban mondhatjuk, hogy egy kicsit ilyen történelmi szezon lesz majd itt Székesfehérváron, hiszen a magyar jégkorong első számú zászlós hajója az Alba Volán, ahogy a szurkolók máig emlegetik, immár ugye Fehérvár AV19 sportklub néven önálló jégkorong egyesületként vág neki az új szezonnak, és így az ebben, valamint az összes többi kihívásnak. Vendégünk a stúdióban ebből az alkalomból Gál Péter Pál, az új egyesület elnöke, akit sok szeretettel köszöntök. Szeretettel köszöntöm és a Fehérvár TV nézőit. Hát te is nagyon régen benne vagy azért már a fehérvári hokiban, most nyilván egy új felállással, mégis mennyire értékeled történelminek ezt a jelenlegi pillanatot, amiben majd most elrajtol az új szezon? Ha a kérdés személyes jellegét vesszük előre tiszteletlen módon, akkor számomra az életemben mindenképpen egy mérföldkő. Egy olyan dologra kaptam felkérést és lehetőséget, ami bizonyos szempontból az embernek sportoldalról a szerelme is. Ezért nyilvánvalóan ez megkönnyíti azt a plusz munkát, amivel ez az egész jár. Ahogy hallgattam a szavaidat, valóban amikor az egész átalakulás megtörtént, akkor gondoltam bele, hogy gyakorlatilag 18 éve, 1999 óta jelen vagyok a jégkorong szakosztály, ugye akkor még egészen mostanáig jégkorong szakosztály életében. Persze kis mélységtől kezdve aztán fokozatosan vált egyre mélyebb és mélyebb a mi kapcsolatunk. Ilyen szempontból ettől függetlenül is mindenképpen egy történelmi dolog, de történelmi a klub szempontjából is, és ez a fontosabb, nem az én személyem egyébként. Mert bár azokra az alapokra építünk, amit Ocskai Gábor azért itt 40 év alatt lerakott, de azokra az alapokra nekünk most ez a feladatunk, hogy ugyanolyan masszív téglákból építsünk, felépít, mint a következő időszakokra is. Ez egy nagyon szép és, de ugyanakkor kemény feladat, mondjuk így. Ezt már korábban is mondtam többször. Így, ahogy eltelt az átalakulással létrejövő új klub életéből az első pár hónap, ezeket a saját gondolatokat csak megerősíteni tudom mindenki számára. Bármilyen nagy történelmi folyamatról beszélünk, vagy néznek vissza utólag rá a történészek, mindig szokták mondani, hogy valahol a nagy változás az egyfajta történelmi szükségszerűség volt, aminek aztán hát vagy folyamatosan következett be, vagy pedig egy nagy robbanással. Itt most mennyire lehet azt érezni, hogy ez a fajta átalakulás, ami most egyelőre tényleg azt látjuk, hogy a szervezeti felépítésben jelentkezik, ez történelmi szükségszerűség volt, vagy gazdasági volt, vagy sportszakmai. Igazából mi az, ami indokolta, hogy itt most az egész fehérvári jégkorongot egy kicsit újra tervezzük? Talán inkább a gazdaságit venném ebből a szempontból előtérbe, hiszen maga a fehérvári hoki az elmúlt időszakban, mondjuk az elmúlt időszak alatt értem az elmúlt minimum egy évtizedet, de inkább egy kicsivel többet, ezért kivívott magának egy zászlóshajó rangot. Ez nem történt egyik pillanatra a másikra, ez is lépésről lépésre haladva, lépcsőfokonként fejlődve történt meg. Elkezdtük felvenni a versenyt, akkor még biztos emlékeznek azok a szurkolók, vagy a kedves nézők, akik régóta követik a hokit, hogy a megyei riválissal vívott nagy csatákban kezdtek kicsúcsosodni. Ezeket a csatákat egyre többször kezdte a klub megnyerni, győzelemmel, bajnoki címmel, kupa győzelemmel zárni. Ebből aztán Ocskai Gábor lépett egy nagyot ugye 2007-ben, amikor jelentkeztünk az osztrák bázisú ligába, ahol azóta is versenyzünk, idén a 11. szezont fogjuk kezdeni, és az egy olyan minőségi ugrás volt a szakmában, amit viszont nem követte feltétlenül az a gazdasági szintlépés, illetve az a szervezeti fejlődés, ami egyébként ma már elvárható lenne. Ez egyébként senkinek nem a hibája természetesen. Annyi történt Fehérváron, hogy a szakmai fejlődés jelentősen megelőzte az infrastrukturális és a szervezeti fejlődést, viszont átalakulóban volt a szakma fejlődése mellett a gazdasági háttér, a gazdasági piac, a lehetőség, a szponzorok, a támogatók megtalálásának a lehetősége, ahogy az egész minket körülvevő gazdaság átalakulóban volt. Ehhez hozzá kell igazítani nyilvánvalóan minden sportegyesületnek, így nekünk is a Fehérvár AV19-nek a lehetséges szponzorokkal való együttműködést. Tehát úgy érzem, hogy új utak nyílnak, és ezekre az új utakra készen kell lenni. A szervezetnek bizonyos szempontból utol kell érni a szakmát. Mindig szoktam mondani, hogy a szakma előttünk jár, de nekünk most az a dolgunk, az előttünk álló
időszakban, és itt viszont nem évtizedekről beszélek, hanem egy-két évről, hogy szervezeti struktúrában is utolérjük a szakmát, és ugyanolyan zászlós hajó legyünk a magyar sportegyesületek között. Ez egy nemes feladat. Igen, és az fölmerül az emberbe, hogy ennek a sikerét miben lehet majd mérni. Ez egy azért hálátlanabb feladat, mert ahogy említetted is, hogy ahogy szakmailag lépett egyre előrébb a klub, mindig újabb és újabb győzelmekkel és diadalokkal járt. Ha már 99-et mondtad, amikor te ugye beléptél, vagy kapcsolatba kerültél, hát az egy emblematikus dátum, akkor nyerte meg 18 év után gyakorlatilag az újkori hoki első aranyát a Volán. És aztán tényleg, ahogy mondtad, Extraliga, és aztán Ebel, eközben a válogatott is lépett, a fehérvári hokisok mindig tucatjával igen. voltak a válogatottban, tehát csupa-csupa olyan eredményt, amit azonnal fel lehetett mutatni a nagy egyéniségektől kezdve a nagy győzelmekig. Mi lenne a hasonló siker mondjuk egy szervezeti, gazdasági előrelépés tekintetében? Mert az, hogy most az Ebelben játszik a csapat, innen sokkal feljebb szakmailag, nyilván nincs jó persze rájátszásba bekerülni, tehát van még azért hova fejlődni. De hát szóval mi az a cél, amit igazából kitűztetek magatok elé? Az lenne egy óriási siker, és nyilvánvalóan a szurkolók felé ez kevésbé látványos, hogyha el tudnánk azt mondani, hogy úgy sikerült olyan látványosan és jelentős gazdasági erejű cégekkel sikerült bővíteni a jelenleg sem kicsi szponzori hátterünket, ami nyugodt tervezést engedne meg, mondjuk ne rugaszkodjunk el a valóságtól nagyon, mondjuk 2-3 évre engedne tervezni egy sportegyesület életében. Ez egy olyan mérföldkő lenne szerintem, amire ma még nincsen példa, legalábbis a jégkorongban biztos, hogy nincsen példa, más sportágaknál sem enném letenni a garast, hát hogy ez nem nagyon van jellemző lenne. Sportban. Igen, tehát ha ezt el tudnánk kérni, hogy olyan egy évnél hosszabb időre szóló, egy éven túlmutató megállapodásokat, szponzori megállapodásokat tudnánk kötni, amelyek tervezhetővé teszik mondjuk az egyesület fejlesztését, az egyesületnek a sport szakmai fejlesztését, hiszen azért a csapat ereje valahol mindig, csapat erejében mindig megmutatkozik valahol a gazdasági háttér. Igen, de ugyanakkor ez egy ördögi, de ez ördögi kör is, mert a gazdasági háttér meg attól jön, hogyha valami miatt vonzó a csapat, amihez meg igen, ugye az eredmények igen, ez a háttérben dolgozó menedzsmentnek munkájában ez a szép, hogy hol tud kitörni ebből a körből. Hogy valahol a meglévő pénzünkből sikerül-e a szakmai stábbal összerakni egy olyan csapatot, amelyik szerethető, ám sikeres is, ami miatt szimpatikusabbá válunk nyilván azokkal, akik egyáltalán hajlandó kokettálni a jégkoronggal, a fehérvári hokival, a fehérvári 19-es C-vel. Mert hogyha nincsenek eredmények a jégen, ugye ezt mindenki megérti, hogy nyilván akkor sokkal nehezebb bekopogtatni valahol, hogy ehhez az eredményhez, amit fel tudunk mutatni, szeretnénk, hogyha egy magyar viszonylatban komoly nagyságrendű támogatást hozzá tudnának rendelni. Nyilván akkor egy nem őszinte a mosolya egyik félnek sem. Mi azt szeretnénk, hogyha ha ez megváltozna. Ezek ilyen nagyon apró lépések. Polgármester úrral, mikor arról beszélgettünk, hogy mondjuk Fehérváron megépül egy multicsarnok, és 2019 őszén vélhetően, hogyha a jóisten és a lehetőségek is megengedik, elkészül, akkor nekünk ott kell kezdenünk majd az akkor esedékes szezonunkat. Jó lenne például, ugye ez ide tartozik, azért említem így egy kicsit kiterjesztve a beszélgetést, hogy addig még 2 szezon van előttünk. Jó lenne ezekben a szezonokban szakmailag olyan apró vagy kevésbé apró lépéseket meglátjuk, hogy majd mit enged a sors és a sport lehetőségek, amik alapján ez egy sikeres csapatnak mutatkozik, aki mellé oda fognak állni komoly, országos szinten is komoly támogatók, nagy magyar cégek, esetleg multinacionális vállalatok, és a jelenleg meglévő 3000 körül nézőszámunk mellé tud jönni még 1000 ember, legalább vagy 1500 ember, aki azt mondja, hogy erre a produkcióra érdemes bérletet vagy jegyet vásárolnom. Na, ez egy szép feladat. A csarnok már csak azért sem megkerülhető téma, mert az a bázis, ami itt évtizedek alatt kialakult, az jelen pillanatban úgy tűnik, hogy nagyon nehezen bővíthető már a többek között a szűkös körülmények miatt is. Nyilván, amikor jegybevétellel, bérletárral próbál számolni egy magyar klub, és sajnos tényleg nagyon kevés klub van, ahol ez valódi költségvetési tényező tud lenni, de azért az egy behatárolt dolog, hogy 3000 nézőnél több mondjuk nem fér be egy jégcsarnokba, és már ez sem kényelmesen.
A jelenlegi körülmények és adottságok között hol láttok még lehetőséget bővíteni a bevételeket, gazdaságilag, szakmailag erősíteni a klubot? Valóban két dologra nagyon büszkék lehetünk. Az egyik az, hogy valóban a jegy- és bérlet értékesítésből származó bevétele a klubnak magyar szinten is kiváló 8-10%-át teszi ki a költségvetésünknek, erre érdemes és kell is büszkének lenni. Másrészt pedig, hogy közel teltházas mérkőzésekkel játszunk, nyilván a tartós gyenge teljesítmény nyilván ezen azért borít egy kicsit, de mondjuk egy átlagos elfogadott teljesítmény azért van egy sportstatisztika.blog nevű dolog, amely nem tudom, ezt kimondhattam-e, vagy nem, ha kivágjátok legfeljebb. Tehát van egy olyan statisztikai kimutatás, ami szerint 92% feletti kihasználtsággal működik a fehérvári ifjabb Bocskai Gábor jégcsarnok. Ettől függetlenül nyilván el lehet tolni ezeket a jegy- és bérletvásárlási mutatókat több ülőbérletvásárlásra. Az ülőbérletekben mutatkoznak még helyek, buzdítanám is a fehérváriakat és a fehérvári vagy regionális cégeket, cégvezetőket, hogy éljenek a lehetőséggel. Ugye most már adó- és járulékmentesen lehet sporteseményre bérletet váltani dolgozóknak, akik kapnak egy pluszt a cégtől, a cégnek pedig azon kívül, hogy természetesen ez költség, de plusz adó- és járulékterheket már egy két éve létező SZIA döntés alapján ez nem jelent. Szóval van még egy kis átstruktúrálási lehetőség, de ahogy mondtad, valójában itt már akkorát lépni, hála Istennek mondhatnám, mi nem tudunk, mert betöltjük a csarnokot ezzel a csapattal, ezzel a produkcióval, azzal, hogy ennyien szeretnek minket. A minőség lépés itt majd valóban egy új csarnokkal tud eljönni. Viszont szakmailag lehet előrelépni, már csak azért is, mert két azért annyira nem jól sikerült szezon van az együttes mögött, és bár a Volán helyzet a magyar jégkorongon belül úgy gondolom továbbra is megkérdőjelezhetetlen, de nyilván hát mutatnak vagy utalnak arra jelek, hogy egyrészt erősödik a honi konkurencia, és másrészt pedig hát senki nem ülhet a babérjain, hogy valamikor mi egyszer egy új útra léptünk, és akkor már ez mindig a mi privilégiumunk marad. Mennyire lesz, hogy mondjam, milyen szempontból sorsdöntő ez a szezon, hiszen most azért el kell dőlnie, hogy a nagy szervezeti átalakulás, a kitűzött gazdasági elképzelések és tervek mellett sportszakmailag eredményben ez a csapat vissza tud-e térni ahhoz a elismertséghez, ami azért az előző két ebel szezont leszámítva azért mindig is a sajátja volt. Én nagyon remélem, hogy igen. Ugye egyet tudomásul kell venni szerintem, az én személyes véleményem szerint néhányan egy kicsit tévúton járnak akkor, amikor azt gondolják, hogy azzal, hogy a fehérvári hoki és a magyar hoki fejlődik, azzal automatikusan feljut valahova. Nem. A körülöttünk lévő világ ugyanúgy fejlődik. Tehát mi a saját szintünkhöz képest, mind Fehérváron, mind a magyar hokiban hatalmasat léptünk az utóbbi 10 évben mondjuk, vagy 6-8 évben, ugye a TAO lehetőségének is köszönhetően infrastruktúrában is, egy csomó más városban szervezetileg is, és valóban teljesítményben is, sportszakmai szempontból is volt fejlődés. De ha csak az ebelt nézem, attól, hogy mi fejlődünk, az élet körülöttünk nem áll meg. Az osztrák csapatok, a cseh csapat, a horvát csapat ugyanúgy fejlődik évről évre. Ugye mi, akik ebbe benne élünk minden nap, és azért természetesen ezt most nem úgy kell érteni, hogy az elnök itt szakmai okoskodásba kezd, attól mindig távol tartom magam, és igyekszem azt tényleg úgy meghatározni, hogy ez nem az én dolgom. De annyit látok, hogy szakmailag is, szervezetben is az osztálycsapatok ugyanúgy fejlődnek, csak az olló zárul. Nem szabad azt hinni, hogy mi most elértünk valamit, és most hú, akkor megjöttünk. Nem. Évről évre mindenkinek fejlődni kell, úgy a Fehérvárnak, mint a magyar válogatottnak. A magyar válogatott sem fog attól elérni egy liftező átcsoportos szintre, mert mi most valóban fejlődtünk, hanem évről évre, ha tovább fejlődünk, ez az álom akkor valósulhat meg. Tehát, hogy egy kicsit a kérdésre válaszoljak, babérokra úgyse lehet ráülni a sportban. Az ellenfelek is fejlődnek, ez az életrendje. Tehát mindig van mit hozzátenni. És hogy tényleg a kérdésnek a második felére is válaszoljak, én remélem, hogy tudunk egy olyan sikeres csapatot idén a jégre tenni a klub által, ami szerethetőbb lesz mondjuk a tavainál, vagy a tavaly előttinél. A tavalyi szezon kifejezetten rosszul sikerült, ezt nagyon őszintén el kell ismerni. Már a mérkőzéseink, az utolsó mérkőzéseink hangulata sem
volt megfelelő, nem volt elfogadható egy olyan klub számára, amit mi képviselünk. A klubhoz tartozó emberként nagyon-nagyon rossz érzés volt nézni azokat az utolsó mérkőzéseket, és teljes mértékben megértettem azokat, akik ezért kritikával illettek minket, és nagyon-nagyon tisztelem azokat, akik ezt a kritikát mégis a helyszínen fogalmazták meg. Uh-huh. És akkor visszatérve a kérdésem elejére, van azért benned, vagy bennetek druka miatt, hogy most azért ezzel az átalakulással és ezekkel a megfogalmazott célokkal igenis kell a csapatnak jobban szerepelnie, mert minden, a megítélése a klubnak, ha tetszik, hanem nem azon fog múlni, hogy a szervezeti háttér hogy működik, hanem azon, hogy milyen a csapat. Uh-huh. A kell az egy nagyon nehéz szó a sportban. Én annyit mondhatok, hogy egyrészt a lelkiismeretem és a munkatársaim lelkiismerete, azt a nevükben is mondhatom tiszta, amit munkát lehetett elvégezni, etekintetben azt elvégeztünk. A szakmai stáb tényleg igen körültekintően, most valóban a szerződtetett edzővel folyamatos konzultációban szerződtette a játékosokat. Jelenállás szerint az első edző vagy felkészülési mérkőzések alapján az a szakma ítélete, hogy vélhetően ez egy strukturáltabb, okosabb, képzettebb csapat lesz, mint mondjuk az előző évi volt. Tényleg igyekeztünk ezért mindent megtenni, úgy is, hogy egyébként gyakorlatilag a tavalyi és az idei csapatnak a büdzséje az megegyezik. De egy kicsit átstruktúráltuk, sokan azt gondolják, hogy ha több légiós van egy csapatban, akkor az a csapat drágább lesz, jelenthetem, hogy nem. Több légióssal dolgozunk ugyan talán, mint tavaly, és kevesebb magyar válogatott játékossal, de büdzsében tudtuk tartani az eddig szintet, nem kell kölcsönér, tehát plusz kölcsönér folyamodnunk, inkább így mondom, hiszen valóban támogatásokból rakjuk össze ezt a csapatot. Mégis azt gondolom, hogy ez a csapat képes arra, hogy végre egy jó szezon fusson. De természetesen nagyon nehéz megítélni az éles meccsek előtt, főleg laikusként, hogy aztán ez a jégen mire lesz elég. De bizakodom, persze van bennem druk, hogy ne lenne. Ez tényleg olyan, mint egy vizsga, ha így nézzük. Az ember végzett mindenféle iskolákat, államvizsgázott, stb. Egy ilyen hasonló druk nyilván benne van egy klubvezetőben, amikor mondjuk az első szezonjában azt mondja, hogy örököltem egy nagyon gyönyörű dolgot egy olyan embertől, aki ma már Fehérvár díszpolgára, és minden szinten minden elismerést megérdemel azért, amit a fehérvári hokiba tett, és most meg kell mutatni, hogy méltóak vagyunk arra, mondjuk a menedzsmenttel, hogy az által lerakott úton elkezdjünk lépdelni. Úgyhogy druk az van. A tekintetben látsz esetleg aggasztó jeleket, vagy hogyan értékeled a magyar hokin belüli változásokat, hogy Fehérvár mennyire tudja megtartani a vezető helyét? Változatlanul nekünk van egyedül Ebel csapatunk, ez vitathatatlan, bár most már másik ligát is úgy hívják, ugye? És én azt gondolom, hogy akár az akadémiát, az ott folyó munkát, az onnan folyamatosan érkező tehetségeket nézve látni egyfajta szakmai folytonosságot és minőséget, de tény és való, hogy például ilyen kevés válogatott játékos az utóbbi évtizedben nem volt a klubnak, ami következhet abból is, hogy van hova menni, tehát szerencsére elég jó a magyar hoki megítélése. Tehát tartja ezt a stabil vezető szerepét a volán minden tekintetben? Én remélem, hogy tartja, és remélem, hogy fogjuk is tudni tartani, hiszen nekem szent meggyőződésem, hogy valóban a volán a magyar hoki zászlós hajója, és ezt nem csak pusztán egyfajta lokálpatriotizmus mondatja velem, hanem látom az itt végzett munkát, és azért van rálátásom a magyar hokiban történő fejlődésekre, fejlesztésekre. Egyelőre az a veszély nem fenyeget, hogy ezt a nimbuszunkat valóban szakmai alapon bárki megkérdőjelezni. Tudom, hogy egy kicsit más a marketing. Tudom, hogy egy kicsit mindenki szeretne felnőni mellénk. Én ezt mindig támogatom is. Én azt mondom, és mindig ezt is mondtam, hogy nagyon jó lenne a magyar hokiban dolgozó mondjuk vezetőként azt látni, hogy a körülöttünk lévő magyar klubok nőnek fel hozzánk. Egyet nem szeretek soha, nem is szerettem, és szerintem más is így lenne vele, hogy ez nem úgy történjen, hogy mondjuk az utat téglákkal lerakó egyesület hátán történjen, hanem az egyesület mellett. Tehát mellénk nőjön fel mindenki, és akkor leszünk együtt sikeresek. Ez egy nagyon fontos dolog. A magyar játékosok az utóbbi időben felértékelődtek. Nagyon helyesen egyébként, hiszen nagyon sok mindent leraktak az asztalra azok is, akik a volánban
vagy ugye most már Fehérvár, ahol 19-ben hokiztak, vagy hokiznak, és azok is esetleg, akik más magyar egyesületekben palírozottak egyre magasabb szinten, és hát természetesen ennek égköveként a válogatott azért az utóbbi években, nem pont a tavalyiban ugyan, vagy az ideiben, de nagyon sok mindent le tudott tenni az asztalra, ami sikerként elkönyvelhető, ezáltal felírték előttek a magyar játékosok, de ez nem minden esetben jelenti azt, és most nagyon őszinte leszek, és erről én hajlandó vagyok őszintén beszélni, nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden magasabb értékre pozícionált játékos képes egy bizonyos szinten, egy egész szezonban segíteni a csapatát. Ezek nem mindig vannak ettől függetlenül összhangban, és én ezt most gazdasági szemüvegen keresztül, mint klubvezető mondom. Az én dolgom az, hogy megtaláljam az egyensúlyt abban, hogy egyes játékosok mit tudnak hozzátenni egész szezonban a teljesítmény, ezt megmondja nekem a szakma, és hogy a klub ahhoz mit tud hozzárendelni. És itt olyan elmozdulások voltak, amik nem segítik a klubvezető munkáját. Magyarán nőttek az igények azért itt a jelentősen nőttek az igények, ami egyrésztől teljesen igazolható is, hiszen valóban egy magasabb produkciót rak le a magyar válogatott stáb, tehát a keret mondjuk az asztalra. De, ahogy mondtam, mindenki erősödik, és nekünk arra is figyelni kell, hogy hosszú idő után újra sikeres legyen a fehérvári klubhoki is. Ezt az összhangot kell majd megtalálni egyébként, hogy legyen válogatottunk, lesz is. Én abba bízom nagyon egyébként, még egy percig magamnál tartom a szót, hogy itt is van egyfajta generációváltás hamarosan, itt van a nyakunkon. Én látom, és laikusként látom ugyan, de látom azt, hogy az akadémiáról kinövő, most mondjuk ilyen U20-as kategóriában palérozódó játékosok, akik már a Móliga ajtaját erősen nyitogatják, és az ebelét is szeretnék berúgni, hogy bizony, ott azért van merítés, lehet merítés, ha azokkal a srácokkal továbbra is olyan szintű szakmai munka folyik, akár nálunk, akár a válogatottaknál, mint az eddigiekben, hogy lesz egy olyan merítés, hogy újra Fehérvárról, akár a Móligánkból, de az Ebelből is, a rengeteg bemutatkozó fiatalból egy új válogatott generáció fogja kinőni magát, hiszen azért azt mindenki látja, aki foglalkozik a hokival, hogy a válogatott téréről azért eljön mindenkinek az ideje, amikor azt mondatja vele a józanész, meg a kor, hogy köszönöm szépen, ennyi volt, gyönyörű volt. A helyükre ott oldulnak már a fiatalok, és remélem egyre több lesz Fehérvárról, az Ocskai Gábor Akadémiáról. Annál is inkább, mert azért ehhez hasonló képzéssel rendelkező és fiatalokat hatékonyan felfelé adó akadémia, mondjuk nincs más az országban, illetve nyilván a MAC, mint kiváló utánpótlás nevelő egyesület szintén megemlíthető. De talán éppen az biztosítja hosszú távon Fehérvár elsőségét, hogy itt azért nem egyfajta fellángolásról van szó, itt egy nagyon hosszú évek óta átgondolt koncepció mentén zajlik. És sajnos épp a nyáron a Debrecen példája bizonyította, hogy föl lehet villámgyorsan építeni akár egy nagy egyesületet is nagy merész célokkal. Hogyha nincs mögötte igazi tartalom, akkor az egy hatalmas durranás lesz a vége, nem pozitív értelemben. Ettől azért Fehérvárnak soha nem kell tartani az elkövetkező években, ez biztos. Kopogjuk le, reméljük, ez soha nem fog nálunk így megtörténni, hiszen nagyon széles alapokon nyugszik az egész fejlesztési kiválasztási rendszerünk. A Debrecen egyébként egy nagyon érdekes és jó példa arra, amiről beszélgetünk. Ha nincs komoly bázisod, ha nincs mögötted egy szisztematikusan felépített akadémia, akkor te próbálkozhatsz azzal, hogy összevásárolsz egy csapatot. Mesés fizetésekkel elorozhatod a válogatott játékosokat, amiket aztán nem tudsz kifizetni, ezzel nem csak magadat hozod negatív helyzetbe, nem csak a városodat hozott szégyenbe, hanem ezeket a játékosoktól is elveszed a lehetőségét annak, hogy egy komoly szezonnal készülnek fel mondjuk egy következő évi válogatott megmérettetésre. Ezáltal pedig lehet, hogy a magyar hoki is szegényebbé válik, mert kalandozó csapatot nem találó válogatott játékosokból nem lesz tetterős, szakmailag és kondícióban felkészült épkézláb játékos mondjuk jövő áprilisban, amikor Budapesten hazai VB-t rendezünk. Tehát egy nagyon felelőtlen gondolkodással találkoztunk ott, de nem tisztem megítélni, hogy egyébként mi történt ott belül, és mi volt a háttere ennek az összeomlásnak igazából. Az tény és való, másik oldalról, hogy azért vannak olyan műhelyek ma már, és ezt el kell ismerni, az ellenfeleknél is, ahol nagyon komoly munka folyik, ugye említetted a MAC-ot, de azért a teljesség igénye nélkül azért a Vasasban kiváló munka folyik utánpótlás szinten, az Újpestben is kezdődik valami,
A Vasasban attól függetlenül például, hogy felnőtt csapatot nem indítanak, de az utánpótlás munkájuk kiváló, érdemes megnézni az eredményeiket az ebbenhez kapcsolódó ifjúság és junior bajnokságokban. És ez nekünk miért jó? Azért jó nekünk, mert akkor van verseny. A mi edzőink sem ülnek rá a babérjaikra, a mi szakmai vezetésünk sem ül rá a babérjaira. Arra ösztönöz minket a körülvevő világ, hogy újra és újra minden szezonban ugyanazzal, vagy még nagyobb elánnyal vessük be munkat a munkába, a fiatalokkal, ezáltal a gyerekek is, mindenki, hiszen körülöttünk ott vannak már ezek a nem csak osztrák, hanem bizony magyar utánpótlás csapatok is, akik versenyre késztetnek minket. Mindig a verseny, tehát ebben játékos csak a fiatalkorban elkezdett versenyszerű fejlesztésből, versenyeztetésből, munkából fog kijönni. Kényelmes, pölbetett, kétszer elvégzett munkából még soha nem lett válogatott meg ebben játékos, és nem is lesz. Jó, hát én arra remélem, hogy nagyon sok jó játékos látunk majd idén is a csapatban, és hát a fiatalokat pedig külön figyeljük. Most már nem nagyon maradt időnk másra itt a beszélgetés végén, mint egy rövid esélylatogatásra, illetve hát, hogy célkitűzést mit fogalmaztatok meg a csapat elé, amely, mint tudjuk, tényleg még egy kicsit ilyen sötét ló számunkra is, nyilván az ellenfelek számára is, mivel lennétek elégedettek? Én bízom az edzőnkben, aki azt mondta, hogy a szakmai menedzsmenttel egyeztetve szeptember 8-ára kell a csapatunknak olyan élesnek lennie, és ő úgy is igazítja a szakmai munkát, hogy az aztán alkalmas legyen egy jó eredményre az Ebelben. Tehát én bízom benne, bízom abban, hogy Szélig Viktor, Fekti István és Ben Alaport olyan erre alkalmas játékosokkal töltötte fel a keretet, akik meg tudjuk csinálni, és ezáltal az a reményem, hogy meg tudjuk csinálni idén azt a hőnállított rájátszást, ami az utóbbi két évben nem sikerült. Azt nem tudom megmondani, hogy ez megye úgy, hogy az első hatba kerülünk az alapszakasz végére, és egy könnyed tízmeccses játszadozással, csak arról kell döntenünk, hogy 3, 5 vagy 6. Az túl szép lenne, bár nyilván jobb út lenne, de a lényeg az, hogy amikor a középszakasz véget ér, akkor az Albovalán, bocsánat, a fejével alvő 19, látod, én is ezt mondom, hogy hát Albovalán, azért 18 év az 18 év, akár is nézzük, tehát hogy a Fehérvár alvő 19 neve ott legyen a 8 csapat között, aki rájátszást üv, és akkor azt mondhatjuk, hogy mindent megtettünk, és reméljük akkor a gazdasági háttér is könnyebben létrehozható. Meglátjuk, hogy egy év múlva miről tudunk majd ekkor kapcsán beszélni, de hát addig még rengetegszer, úgyhogy köszönöm szépen. Rengetegszer, addig még közel 60 meccs. Így van, köszönöm szépen, és a kedves nézőknek is a figyelmet, további kellemes estét kívánok, és találkozzunk természetesen először már pénteken az Ifja Bocskai Gábor emléktorna, hiszen ne feledjük el hétvégén 3 napon keresztül már láthatjuk az új volánt, jövő héten pedig ugye ebben rajt, viszontlátásra.